Tűző napsütésben is dolgoznak ezen a tamási építkezésen. Bár az egész országra érvényes hőségriadó van, a munka nem állhat meg, az embereknek ugyanúgy helyt kell állniuk, mint hűvösebb időben. A jövőre nézve egyre gyakoribbak lesznek a mostanihoz hasonló kánikulák, így a vállalkozóknak rengeteg szabályt kell betartaniuk a beosztottak egészségének és biztonságának védelme érdekében. Én azt gondolom, hogy ma már lassan nagyobb kihívást jelent a hőhullámok feldolgozása, beépítése a hétköznapi munkarendbe, elviselhető munkarendbe, ha szabad így fogalmazni, mint a téli hidegek okozta nehéz körülmények feldolgozása, illetve beépítése ebben az említett munkarendbe. Nos, ez a hőhullám is hasonlóan a tavalyihoz rendkívül erős megpróbáltatásoknak teszi ki a dolgozóinkat. Kólya József elmondta, hogy fokozottan figyelnek azokra az alkalmazottakra, akik a tűzőnapon folytatnak fizikai munkát, hiszen esetükben magasabb az erős napsugárzásnak való kitettség, a napszúrás, leégés veszélye. Árnyékos, hűvös pihenőhelyet, folyadékot biztosítanak számukra. A szekszárdi köztereken sem áll meg a munka, hiszen a füvet vágni kell, a járdákat pedig tisztán kell tartani. A zöld felület karbantartó csoport tagjainál mindig kéznél van egy palack hűtött víz, ami ha elfogyott, a nap folyamán egy hűtőtáskából bármikor pótolhatnak. De más módon is óvják a dolgozókat. Napvédőkrémek lettek kiosztásra, a pihenőidő az nem órához van kötve, hanem igény szerint félrehúzódnak az árnyékba. Ha meg olyan helyen vannak, akkor itt a városban is van egy ilyen pihenő, télen melegedőként funkcionálja a helyiségünk és a telephelyünkön is, és akkor oda bemehetnek, vagy leszállításra kerülnek a kis busszal, és akkor ott tudnak pihenni, hűsölni. Azoknál, akik szabadtéren dolgoznak, még fontosabb az előírások betartása, így akár az is előfordulhat, hogy kánikula esetén senkit sem köteleznek arra, hogy a déli órákban a tűzőnapon legyenek. Erre azonban nincs konkrét jogszabály, ez a munkáltató jó indulatán múlik.